30 éves jubileumát ünnepelte a Szolnoki Nefag ZRT Erdei Művelődési Háza. Ennek apropóján alkotópályázatot hirdettek meg óvodások, általános iskolások, felső tagozatos és középiskolás diákok részére. A rendezvényre 21 oktatási intézményből érkeztek pályaművek, összesen 150 kreáció került kiállításra. Az ilyen jellegű versenyek növelik a gyermekek találékonyságát, és az egyedi ötletek akár valósággá is válhatnak a későbbiekben, hangsúlyozta Csikós Eszter, a Nefag ZRT művelődési ház vezetője. Úgy gondolom, hogy mindenképpen fejleszti a kreativitásukat egyrészt, másrészt pedig, aki esetlegesen eddig még nem járt erdei óvodában, erdei iskolában, de lerajzolja azt, hogy hogyan képzeli el, esetlegesen a jövőben kedvet kaphat ahhoz, hogy ide kilátogasson, és ezt a valóságban is megszemlélje. A kicsik szabadon választható technikával alkothattak, a felső tagozatos és középiskolás diákok egyedi logókat készíthettek arról, hogy ők milyennek gondolják az erdei iskola tervezett szimbólumát. Egy ilyen őszike és őszi hátteret képet rajzoltam, és a hátteret megfestettem vízfestékkel, őszi színekkel, és utána fekete félszallal meg rárajzoltam, ami ilyen őszre jellemző állatokat, fákat, leveleket, gombát. Én rajzoltam egy fát is, meg több mást is rajzoltam. Én úgy próbálkoztam a rajza, hogy minél technikásabb legyen, meg minél jobban szebb. A kiállítás megnyitóját követően 22 alkotót díjaztak, a résztvevők pedig valamennyien csoki tortát is kaptak.